Görögország részt vesz az F-16-os vadászgépek ukrán pilótáinak kiképzésében. Ezt az ukrán elnök erősítette meg Athénban a balkáni országok csúcs találkozóján. Volodymyr Zelenszky külön is tárgyalt az államfőkkel és kormányfőkkel, köztük Alekszandr Vučićcsal. A szerb elnök támogatásáról biztosította Ukrajnát. Svédország, Hollandia és Dánia után Görögországba látogatott az ukrán elnök. Az északi országok több tucat F-16-os vadászgépet adnak át Ukrajnának, de Athén is kiveszi a részét a hadban álló ország támogatásából. Görögország részt fog venni a pilótáink kiképzésében, ami az F-16-osok használatát illeti, amiért én hálás vagyok, mondta Volodymyr Zelenszky, miután a görög kormányfővel tárgyalt. Kyriakos Mitsotakis meghívta Zelenszkijt a balkáni országok athéni csúcs találkozójára, amelyen az Európai Unió vezetői is ott voltak. Az ukrán elnök külön is tárgyalt Alekszandr Vučićcsal. A szerb elnök barátságosnak és nyitottnak nevezte a Zelenszkijjel folytatott megbeszéléseit. Amikor a területi integritásról van szó, akkor Belgrád másokkal ellentétben őszintén támogatja Ukrajnát, amely soha nem ártott Szerbiának, jelentette ki Vučić. Szerbia egyébként, amely hagyományosan baráti kapcsolatot ápol Moszkvával, már többször is elítélte az Ukrajna elleni orosz inváziót. Közben az orosz főváros repülőtereit ismét lezárták dróntámadás veszélye miatt. Hivatalos közlések szerint 4 ukrán drónt is lelőttek Moszkva közelében, illetve egy Ukrajnával határos területen. Krasznogorszkban az egyik drón darabjai egy toronyházba csapódtak, de sérülés nem történt. Én inkább a családom miatt aggódom, mint magam miatt. Azon gondolkodom, hogy egy időre elviszem őket innen, mondta ez a helyi lakos. Könnyes szemmel fogadták a helyi lakosok az ukrán védőket Ukrajna déli részén. A katonák behatoltak az oroszok által megszállt Robotine településre, ami nagy előrelépésnek számít. Olyan régen várjuk magukat, hogy el sem hisszük, hogy itt vannak, mondja ez a helyi asszony. Közben Kijev központjában az ukrán hadsereg által megsemmisített orosz katonai járműveket állítottak ki. Ukrajna csütörtökön ünnepli függetlenségének 32. évfordulóját, ugyanazon a napon lesz pontosan másfél éve annak, hogy Putyin hadserege elindította a teljes körű inváziót.